Üdvözlöm Önöket, Horák Zoltán vagyok, esztergomi lakos. 1972-től fotózom. Igazából azóta is kezdem gyűjteni, mert a gépek, amik ki vannak állítva, a nagy része az enyémek voltak. Köszönhetem a gyűjtemény szeretetét Mirakoszki Jánosnak, a volt gyűjtőtársamnak, ő már elhunyt sajnos, hogy ő adta meg azt a lendületet és azt a szeretetet, hogy ezeket gyűjtsen a múlta. Nem csak fényképezőgépeket gyűjtök, hanem képeslapokat is, dokumentumokat is. A fényképezőgépek között van egy-két érdekesség. Egy 1900-as évekbeli fényképezőgép, aminek a maga a gyár csak 11 évet élt. Van köztük amerikai, német, francia, NDK, nagyon sok szovjet gép van, azokat lehet olcsón megszerezni. Hogy miért szeretem a fényképezőgépet? Tulajdonképpen a múltunk pillanatait rögzít, és mivel én is fotózom, ezek a gépek között nagyon sok olyan gép van, amivel nagyon sok képet készítettem. Az I Love You Esztergomon nagyon sokan dicsérik a képeimet. A gyűjteményem most már egyre jobban szaporodik, már több mint 50 darabról van szó, de nem csak fényképezőgépek, hanem felvevők, vetítőgépek, diavetítők, a diákhoz tartozó felszerelések és egyéb dolgok. A legértékesebb gépem, nekem mindegyik értékes, hiszen a gyűjteményem darabja, de ténylegesen az az 1900-as fényképezőgép, ami körülbelül 40 000 forint, és a Zenit 3, aminek az az érdekessége, hogy 81 000 darabot adtak ki belőle széles látószögű lencsével, és a Helios lencsével csak 7 000 darabot. Tehát meg se tudom satszolni az árát, hogy most körülbelül mennyibe kerülhet.